A Nemzetközi Nőnapot az ENSZ is a világnapok közt tartja számon, mely a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének ünnepnapja. Ezt 1917 óta világszerte minden év március 8-án tartják. Magyarországon 1948 óta ünnepeljük ezen a napon a nőket. A nőnap eredetileg a mai virágos, kedveskedős megemlékezéssel szemben munkásmozgalmi eredetű, harcos, a nők egyenjogúságával és szabad munkavállalásával kapcsolatos demonstratív nap volt, áll a Wikipédia szócikkében. Az első ehhez a naphoz kötődő esemény 1857-ben történt, amikor március 8-án emberi munkafeltételeket és magasabb fizetést követelő textilipari nődolgozók tüntettek New York utcáin. 1909-ben az Egyesült Államokban ünnepelték meg az első nemzeti nőnapot, majd két évvel később Ausztriában, Dániában, Németországban és Svájcban tartották meg a világon először a nemzetközi nőnapot. Magyarország a nőnapi felhíváshoz 1913-ban csatlakozott. A Rákosi korszakban a nőnap ünneplése kötelezővé vált, és az eredetileg különböző időpontokban rendezett nőnapot 1948-tól szovjet mintára március 8-án tartották meg. A rendszerváltás után a nőnap Magyarországon is elvesztette eredeti munkásmozgalmi hangulatát, helyette a virágajándékozás a legjellemzőbb. Dr. Nagy Edit főiskolai tanára vendégem, jó estét kívánok, köszöntöm. Estét kívánok. Mielőtt itt a nők iránti tiszteletre térnénk, hát először tisztázzuk azt, hogy maga a tiszteletnek mi a szerepe, akár az egyéni életben, akár a társadalomban. Nagyon fontos az emberi kapcsolatokban három dolgot kiemelni. A tiszteletet, a bizalmat és a szenvedélyt. Ez a három alkotó elem a férfi-nő kapcsolatnak tulajdonképpen a bázisa. Egy férfi-nő kapcsolat első pillére a tisztelet. Mi az, ami miatt én a másikra úgy tudok tekinteni, hogy ő számomra vonzó lehet, milyen értékei vannak, melyek azok a tulajdonságok, amelyek számomra azt jelentik, hogy stabil emberi értékei vannak, hogy olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amely maradandó ember értékeket teremt, és ezeknek a megléte azt feltételezi, vagy azt sugallja mind a férfinak, mind a nőnek, hogy megbízhatok benne, hogy támaszkodhatom rá, hogy azok az értékek, amelyek a fogyasztói társadalomban szinte eltűnnek, a feltétel nélküli bizalom, a hagyományok, a tradíciók, az álhatatosság, a kitartás, tehát emellett hogyan tud az ember úgy a partnerére, a kapcsolatára nézni, hogy mi az, ami benne, a másikban azt a fajta alapot adja, amit a primér szocializációval hozunk magunkkal, és amit tulajdonképpen az életünk folyamán rátanulunk, hogy milyen emberi kapcsolatoktól kaptunk sokat. Kik voltak azok az emberek, akik számunkra példát jelentettek, akikre úgy tudtunk fölnézni, hogy életünk válságos pillanatában volt egy jó mondat, volt egy olyan megerősítés, ami miatt ráéreztünk arra, hogy ez a tisztelet. Ez az az érzés, amely hálával önt el bennünket, és a hála az is egy olyan kategória, amit ma már egyre kevésbé divatos említeni, hogy az egészséges ember, az egészséges személyiség hálás azért, amilyen van, és megelégedett. A mai világban, amelyben rohanunk, elfelejtünk megelégedettnek lenni, elfelejtjük tisztelni az idősebbeket, elfelejtjük tisztelni a kollégáinkat, a neveltjeinket. Szóval az emberi kapcsolatokban az ego, a narcizmus, a csak én olyan szinten uralkodott el, hogy ebben elveszni látszik, hogy tulajdonképpen nem az én, hanem a mi. A közösség, az emberi kapcsolatokban rejlik olyan erő, ami által megmaradni képesek vagyunk ebben a világban, amiről szoktam mondani, hogy nem emberpárti, nem hűségpárti, nem szeretetpárti, de nekünk mégis itt kell boldognak lenni. Ha már itt a veszteségek szóba kerültek, az utóbbi évtizedekben, és visszamehetünk akár 100 évre is, amióta a nőnapot ünnepeljük például, de akár tekinthetjük a rendszerváltás óta eltelt évtizedeket, óriási átalakuláson mentek át a női szerepek. Ez nyilván magával hozza azt, hogy a férfi szerepek is változnak. De hogy ennek a változásnak milyen hozadéka és milyen veszteségei lettek? Utasi Ágnes az egyik kutató, aki azt mondja, hogy 100 évvel ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna, hogy egy nő házasságkötés nélkül
abszurdum, egymaga képes legyen önmagáról gondoskodni, és önmagát ellátni. Tehát a házasság, hogy gondoljunk csak Törőcsik Mari filmjére, a Körhintára, ugye a főd a főddel, tehát hogy szinte a házasság, a jó parti, az alapfeltétele volt annak, hogy egy nő tulajdonképpen egzisztenciálisan tudjon létezni. Ma már pedig látjuk azt, hogy a egyetemek, főiskolák hallgatói között nagyon nagy létszámban vannak hölgyek, fiatal nők jelen, tehát az önmagát megvalósító nő a férfitől függetlenül karriert és anyagi biztonságot teremtő nő képe nagyon hamar kirajzolódott a rendszerváltás óta, és ez nyilván biztonságot adott a nőknek, hiszen nem maradtak benne olyan függőségi helyzetben, nem működő kapcsolatban, ami esetleg korábban anyáink, nagyanyáink azért maradtak benne, mert nem volt iskolai végzettségük, nem volt önbizalmuk, nem volt sikerorientációk, el sem tudták azt képzelni, hogy egyedül egymaga szerencsét próbálhat, és még boldog is lehet. Tehát ez egy óriási változás, és nyilván ez a hozadék a nők részéről, hogy nem kell boldogtalanul élni kapcsolatban, ami nem működik. Ugyanakkor veszteség a férfiak részéről is, ahogy kérdezted, mert hogy valójában megtapasztalták azt, hogy a nők sokkal hamarabb alkalmazkodnak a körülményekhez. Évszázadokon keresztül a férfiaknak ez nem volt kihívás, hiszen sokkal könnyebben mondták azt, hogy hát a körülmények ilyenek voltak. Most viszont rá kell jönniük a férfiaknak is arra, hogy bizony alkalmazkodni kell, mert a világ nem ugyanaz, mint nagyapáink, dédapáink világa volt, és a nőknek az előretörése a munkaerőpiacon, az önellátásban, abban, hogy meghosszabbodott a karrierépítésnek az az időszaka, ami a szülésig történik, és ez önbizalmat ad nagyon sok nőnek, bizony ez a párkapcsolatokban lévő, sokszor nem olyan sikeres férfiakat, társakat, partnereket frusztrálhatja. Egyfajta versenyhelyzet alakul ki most már a férfiak és a nők között is, de hogyan tud ebben a versenyhelyzetben mégis nő maradni egy nő? Igen. Egyáltalán mitől nő ma egy mai nő, és mitől férfi ma egy férfi? Én azt gondolom, hogy meri önmagát vállalni, tudatos, meri eldönteni az életben, mit akar, és ami a legfontosabb, hogy olyan kapcsolatban él, amiben boldog. Ezt meg tudja teremteni, nyilván ehhez kell egy legalább ugyanolyan értelmes és érzelmi intelligenciával rendelkező partner, tudja, hogy kapcsolatban boldogabb, mint anélkül, nem marad benne egy kapcsolatban akkor, ha abban ő nem fejlődik. Vagy tesz érte, vagy változtat. Tehát, hogy sokkal inkább megvan az az önbizalma, hogy az életét a saját kezébe veszi, és a saját sorsáért tudja, hogy senki más, csak ő a felelős. Dr. Nagy Edit, köszönjük, hogy befáradt ma hozzánk. Köszönöm szépen én is a meghívást.